Új tag tette le a hivatali esküt a bátaszéki önkormányzati testületben. Miután Zsiko Zoltánt a megyei közgyűlés társadalmi alelnökévé választották, nem vehet tovább részt a város ügyeinek irányításában. Helyét Molnár Péter vette át. A testület döntött arról, hogy saját költségvetése terhére tűzifával segíti a rászorulókat. Sajnos városunknak nincs arra lehetősége, hogy állami kiegészítő pályázatból tudjunk tűzifát biztosítani, ezért saját forrásból fogjuk beszerezni a 2021-22-es fűtési szezonra azt a tűzifát, amivel rászoruló családokat kívánunk segíteni. Ebben a költségvetési évben mintegy 2,4 millió forintot különítettünk el arra, hogy tűzifát, illetve brikettet vásároljunk. Ez 70-75 család számára biztosít, vagy talán még több család számára is biztosít majd lehetőséget, hogy a fűtési szezonban támogatáshoz tudjon jutni, és döntöttünk arról is, hogy a 22-es költségvetésben mintegy 1,7 millió forintot már most elkülönítünk, hogy a tavaszig ugyanúgy a támogatásokat tudjuk majd megfelelő módon biztosítani. A faanyag beszerzése megkezdődött a Szociális Bizottság döntése értelmében a rászorulóknak a Bátkom Kft. Házhoz viszi a kiutalt fűtőanyagot. A kiszállításokra várhatóan 1-2 héten belül sor kerül majd. A város megvásárolta azt az ingatlant, mely a jövőben a Felvidék Néptánc Együttes székhelyéül szolgál. A város önkormányzata néhány hónappal ezelőtt döntött arról, hogy megkíván vásárolni egy ingatlant, nevezetesen a Kossuth utca 28 szám alatti ingatlant, abból a célból, hogy egy újabb civil szervezet számára biztosítsunk lehetőséget arra, hogy a saját ingatlanába tudja az egyesület életét élni. Ezt saját forrásból a város meg is tette, kifizettük a 15,5 millió forintos vételárat, és az elmúlt testület ülésen arról döntött a képviselőtestület, hogy ingyenesen a Bátaszék Felvidéki Néptánc Egyesület részére átadja ezt az ingatlant a képviselőtestület, annak érdekében, hogy mindazokat az eszközöket tudja megfelelő módon tárolni, illetve meg tudják kezdeni ebben az ingatlanban a civil életüket, amelyet a város életében végeznek és fejtenek ki. Folytatódik a város tulajdonában lévő társasházak felújítása, korszerűsítése. Ezúttal a Budai utcai épületben kezdődnek munkálatok. Mintegy 6,4 millió forintból megújítjuk a Budai út 56-58 társasház villamos csatlakozási rendszerét. Szabványosítani kell, új villamosszekrényeket kell az épület villamos biztonsága érdekében kiépíteni, ezt még ebben az esztendőben meg is fogjuk valósítani. A képviselőtestület döntése értelmében december 24 és január 1-e között szünetel az ügyfélfogadás a bátaszéki polgármesteri hivatalban. Kizárólag anyakönyvügyek rendezése céljából ügyelet áll majd az ügyfelek rendelkezésére. Ezért Bazsalik Róbert polgármester arra kérte a lakosságot, hogy a hivatalhoz kötődő ügyeik rendezésével ne várják meg a két ünnep közötti időszakot.